Lezajlott a romániai elnökválasztások első fordulója. Ami a végeredményt illeti, nem sok meglepetést hozott, de a magyarság szempontjából lehet, hogy azért többre számítottunk volna. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm stúdióban vendégeimet, a Csomortányi Istvánt, a, a Zedély Magyar Néppárt szervező szervezőigazgatóját, valamint Nagy Szabolcsot, az RMDS megyei ügyvezető elnökét, ügyvezető igazgatóját. Ügyvezető elnök, a, Mi hogyan vélekednek önök erről a szavazásról? Ezt is köszöntöm a kedves nézőket. Azt kellett látnunk, hogy uh, rekord alacsony volt a magyar választók részvétele az államelnök választáson. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudatosítsuk ezeknek a választásoknak a jelentőségét, a fontosságát az erdély magyarságban. Azt hiszem, hogy ez csak részben sikerült, és úgy gondoljuk, hogy a kitűzött célokat csak részben sikerült elérni. És hát azt hiszem, egyik oldal sem örülhet, nincsen oka az örömnek, sem a néppártnak, sem az RMDS-nek, hogyha részvételi számokat nézzük. És hogyha mondjuk ezeket a számokat nézzük össze hasonlításban, például az előző államelnök választása, vagy akár az európai parlamenti választása, melyeket a tavasszal tartottak, azt hiszem, hogy sok éves trend most már az, hogy egyre kevesebben járulnak az urnákhoz a magyarok, és ami újdonság volt az előző választásokhoz képest, illetve szintén olyan dolog, ami kevésbé örvendetes, az az, hogy lassan megszűnik az etnikai szavazás, a magyar választók körében, tehát egyre nagyobb azoknak az aránya, egyre nagyobb azoknak a magyaroknak az aránya, amely, akik nem magyar pártra szavaznak. Talán ebben is keresendő a fő annak, hogy a néppárt a kitűzött eredményeket nehezebben tudta elérni, hiszen mi azt szerettük volna, hogy olyan választáson tudunk részt venni, ahol végre az erdély magyarok félelem és zsaroltatás nélkül tudnak szavazni, hiszen nem volt félő az, hogy a néppárt megjelenése miatt mondjuk nem lesz magyar államelnök, Romániában, hiszen tudtuk, hogy egyformás esélyel mind a két jelölt, úgy Színágyi Zsolt, mint Kelemen Hunor. Ehhez képest a magyar választóközönség annyira félt attól, hogy első körben ponta kerülhet ki győztesül, hogy egy jó része a magyar közösség már az első fordulóban a keresztény liberális jelöltre adta a boksát. Ez azt hiszem, hogy majdnem majd minden Erdély megyében világosan kimutatható és látható. Ugyanez a vélemény az RMDS politikusainak is? Hát, ez egy vélemény, hogy hallottuk, hogy de mondjuk a szavazás és a választás az számokban mérhető témákban beszélhető meg leginkább. Hát nem igazán egyezik, hogy abban, hogy a magyarok távol maradtak ettől a választástól, úgyhogy ha a számokat nézzük, akkor a 2009-es államelnök választásnak a számai, amit érdemes megnézni, ahol ugye Kelemen Hunor 370 valahány ezer szavazatot, egészen pontosan 372.700 szavazatot kapott, 2009 ami akkor egy 3,8%-ot jelentett. Most pedig a magyar jelöltekre leadott szavazat, az RMDS 327 szavazata és a néppárt által gyűjtött 50 ezer szavazat, az valamivel meghaladja a 2009-es számot. Tehát a magyarok nem, hogy nem szavaznak magyar pártjelöltje, igenis szavaznak, sőt, még egy ilyen összetett versenyben is a számok alapján azt kell, hogy mondjam, hogy igenis támogatják a magyar jelöltet, még hogyha súlytalannak is érzik a jelenlétét egy ilyen választási kampányban. Az, hogy átszavazás történt valószínűleg román pártok részéről az Erdélyben, teljesen normális, hiszen egy olyan jelöltet mutattak be, főleg ebben a szakmár zónájában az Ácseles Szövetség, aki ugye száz gyökerekkel rendelkezik. Német Fórum elnöke volt jó pár évig, és a megyében levő száz közö, ö, Schwab, Schwab közösség valamilyen szinten a magáinak érezte őt. Úgyhogy ezek a számok az átszavazásnál megvannak, de azért könnyen fel a másik oldal táborában. Ami a magyar választókat illeti, én csak gratulálni tudok az nekik, hogy így is felvállalták azt, hogy megmutatják a közösség erejét, és elmentek szavazni, és mint mondom, a számok alapján ugyanolyan, vagy legalább még jobb arányban, mint ahogy 2009-ben tették ezt, azon az elnökválasztáson az rnds volt egyedüli államelnök jelöltje a magyar pártok közül. Megjelöl, teljesítette a, a targetet, ami, amire számítottak? Hát egyértelmű, hogy mi sokkal többre számítottunk. Tehát mi azt gondoltuk, hogy egyrészt... Székelyföldön sokkal nagyobb lesz a részvétel, tehát itt is keres, ebben is keresendő egyébként a, a, az elégedetlenségnek az oka. Hát ugye a székely megyék is, hát szatmár is ide sorolható, azt hiszem, hogy a legalacsonyabb részvétellel számontartott tartott megyék közé tartozik. Másrészt pedig azt gondoltuk, hogy valóban sikerül az üzenetünkkel megszólítani azokat az erdély magyarokat, illetve erdély románokat is, akik úgy gondolják, hogy a Bukarest központú politizálás helyett a erdély központú regionalizmusra, föderalizmusra, a helyi értékekre épülő politizálásra van szükség. Úgy látszik, hogy ez most mérsékelten sikerült. Milyen mértékben szerették volna az RMDS szavazatait elvinni? Hát ez egy óriási félreértés szerintem az RMDS köreiben, hiszen mi elsősorban nem az RMDS szavazókra hajtunk, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel élve. Mi elsősorban azokat szeretnénk megszólítani, azokat az erdély magyarokat szeretnénk megszólítani, akik az RMDS-ből kiábrándultak, és most már hosszú évek óta nem járnak el szavazni. És éppen ezért mondtam azt, hogy érdemes a számokat összefüggéseiben is megnézni, és mondjuk az elmúlt néhány évnek az adatsorait végignézni. Hát, hogy azt vesszük, hogy mennyien támogatták az RMDS államelnök jelöltjét mondjuk 1996-tól idáig, akkor döbbenetes esést látunk. 1996-ban Frundát még 760 ezeren támogatták, szintén Frunda Györgyöt 2000-ben, négy évvel később már csak 665 ezeren, tehát 100 ezerrel kevesebben. Ha tovább megyünk, Markó Béla már csak 533 ezer szavazatot kapott, Kelemen Hunor 2009-ben már csak 372 ezer szavazatot, és idén, most néhány nappal ezelőtt Kelemen Hunor már csak alig 330 ezer szavazatot kapott, ami azt jelenti, hogy 18 év alatt az LNDS szavazó tábora több mint megfeleződött. Hát nyilván kialakult egy óriás olyan szavazó, szavazói tábor, aki már az rnd nem képes megszólítani. Tehát mi elsősorban rájuk gondoltunk, akkor is, amikor a néppártot létrehoztuk, és akkor is, amikor újra és újra választási kampányunkban részt veszünk. Tehát mi nem akarunk elvenni szavazókat az rnd től mi azt látjuk, hogy egyre többen ábrándulnak ki, egyre többen vannak azok, akik elégedetlenek, és ahelyett, hogy otthon maradjanak, távol maradjanak, mi azt szeretnénk, hogyha lenne számukra is egy alternatíva, hiszen ezt a két tábort, hogy össze tudnánk adni, akkor vissza tudnánk hozni az erdélyi magyar közösségnek azt az erejét, amely megvolt annak idén a 90-es évek közepén. De ez a, az a tábor, rettenetes... beleszólok, de az a tábor szerintem az már nem létezik, amit amiről István beszél, hogyha létezne ez a tábor, akkor a az elmúlt néhány választáson a néppárt ugye megmérettette magát, és jelölteket állított, és kampányolt, és csinált, munk dolgozott, és ugyancsak elmondta, hogy ugyancsak ezt a közeget akarja megszólítani, amiről ő beszél, amiről őt hiányzó embereknek tartja őket ebből a körből, azok soha nem válaszoltak egyetlen egy versenypártnak se a hívó szavára, úgyhogy most már Isten tudja, a hanyadik választás után szerintem most már el kéne dönteni, hogy ezzel a közeggel nem, nem, tudják felvenni a kapcsolatot, vagy, vagy, nem, vagy rossz a cél, vagy rosszul lövik be a targetet, mert, mert nem tudom most felsorolni, és nem is szeretném, mert talán önöknek kellemetlen elmondani ezeket, hogy hány ilyen választás volt, ahol ezeket mind nem sikerült megszólítani. Amikor ezekről a trendekről beszél, ugye, hogy csökkennek a szavazott számok 1996-tól kezdve, ami jó, hogy ezt így visszavezettük, én mondjuk akkor hatodikos volt, amikor 96-ban először államelnök állított az RMDS, Szerintem a hozzám hasonló fiatal, fiatalokkal kéne kommunikálni nekünk is, meg önöknek is, ilyen szempontból, hogy vegyük rá arra őket, hogy legyen, legyen választási kedv. Azóta a demográfiai mutatók egy picit talán változtak, illetve akkor, hogy az rmds talán 600 ezer szavazatot is emlegetett annak idén az elnökválasztáson, akkor szerintem a román pártoknak is egészen érdekes részvétele volt, egészen más részvételi adatok voltak országos szinten is. Úgyhogy ez egy olyan trend, ami azt mutatja, hogy a magyarság nem burokban élő, egy közösségben él, az országban él, Hogyha van egy országos trend, hogy csökken a szavazáson való részvétel, ami elsősorban a demográfiai mutatók alapján csökken, akkor ezt nem lehet elbagatelizálni és azt mondani, hogy valaki nem tudja őket megszólítani. Ennyit szerettem volna csak hozzátenni, mert a tényekről, hogyha beszélünk, akkor azt szint, hogy 2009 és 2014 között annyi a különbség, hogy a magyar, jelölt, magyar jelöltek Gratulálva önöknek is ezzel, hogy, hogy, hogy 52 ezer szavazatot tudtak összegyűjteni az egész országból. Valójában több mint 370 ezer szavazatot össze tudnak gyűjteni. A számok valahol ilyen szinten állandósultak. A magyar emberek igenis szavaznak a magyar jelöltekre, akkor is a súlytalannak érzik ennek a kampánynak a, az üzeneteit. Engem csak az érdekelne, hogy egyáltalán létezik-e még ez a szavazótábor, tehát akik akiket nem sikerült megszólítani egyik Én pártnak sem. sem. Hát természetesen létezik, hát hogy ha csak egy egészen közeli idő, időben közel álló eseményt akarok mondani, hát a helyhatósági választásokon csak az RMDS-re leadott voksok száma 473 ezer volt. Tehát 150 ezerrel több mint amennyit most például az államelnök választásokon. És mennyit összesített akkor a néppárt? A, a, néppárt akkor jó bőven 60 ezer fölött, tehát igazából nagyságrendileg azt a szavazat számot kaptuk meg akkor is, mint amit most. Ami trendként kimutatható, tényleg így hat lehet egyáltalán beszélni két év támlatából, az az, hogy a néppárt megőrizte a szavazóit, tehát az a szavazói tábor, akikkel a néppárt, a három éves néppárt, akkor elindult ez a szavazó szavazótábor, az megvan. A szavazó tábor, illetve a szavazatoknak a fogyása egyértelműen a másik oldalon figyelhető meg, és talán ebben jó része van annak is, hogy igazából az elmúlt két esztendőnek a sikerei igazából elmaradtak. Hát hogyha arányában vesszük a dolgokat, akkor körülbelül egy 10%-kal csökkent egyik oldalba is, és a másik oldalba is a szavazatok száma. Az ön, a az ön, az ön, az ön, beszélünk, akkor, az ön, uh, az... beszélünk, akkor nem mehetünk egy két olyan szám mellett, ami, tehát engem, mint, mint uh, szatmári magyar is tényleg komolyan érdekel, azt gondolom ebből a kérdés, ezzel a kérdéssel külön, önök külön foglalkoztak, Az, hogy hogy lehet az, hogy 217 ezer támogató aláírás gyűjt össze egy párt, és egyszerűen nem képes ennek az egynegyedét összegyűjteni szavazatokban. Tehát uh, hogy, hogy, működik ez? Tehát magyarázzák meg nekem, mert erre én tényleg kíváncsi vagyok, mert hogy az RMDS de azt mondták akkor, amikor összegyűjtött a támogató aláírásait, hogy ennél sokkal többet kellett volna gyűjtsön, és milyen jó, hogy önök is összegyűjtötték a saját aláírásaikat, akkor nem pironkodtunk, hanem végeztük tovább a dolgokat, és ezt az támogató aláírások számát megfejtük jó bőven a szavazatokban, amiben végül a választás megy. De ez a kétszer engem, tehát biztos készült ezzel a válaszsal, hogy a 217 ezer támogató aláírásból hogy lett 52 ezer szavazat. Tehát tételesen azokat a magyar településeket ahol érdekeltek voltunk, és ahol hangsúlyosan ott tudtunk lenni a választási kampányban. És azt láttuk egyébként, hogy az aláírás számmal összehasonlítva, egyébként ha megnézzük azokat, tehát ezek nagyjából színmagyar települések. Akkor a mértékű volt a román pártokra való átszavazás, és főleg a keresztény, liberális koalícióra való átszavazás, hogy a kettőt összeadjuk, nagyjából kijön az a szavazatszám, amit mi egyébként belőttünk magunknak, mint célt, amikor ezt a kampányt megterveztük és a kampánystratégiát felállítottuk. Az elején is elmondtam, hogy olyan helyzetben van az erdély magyarság, mint annak idején például a 2000-es évek fordulóján, amikor abban való félelmében, hogy egy nagyon rossz jelölt kerül ki győztesen egy választásból, kénytelen kellett, a kisebbik rosszra szavazott. És ez kimutatható települések egész sorozatán, és ez nem is regionális kérdés, mert a parciumban épp úgy van, mint a Székelyföldön vagy közép számos olyan községet tudnék mondani, ahol 10% alatti a román közösségnek a részaránya, és a keresztény liberális jelölt bőven 30 vagy 40% fölött szerepelt. Hangsúlyos ez egyébként szorvány közekben, és szintén hangsúlyos, de kevésbé hangsúlyos több vidékeken. Tehát itt óriási különbség van. Sajnos, sajnos fértek az erdély magyarok ismét attól, hogy olyan következik be, amit nem szeretnének. És akkor itt meg is fordítom a dolgot, hiszen következik a második forduló. Tehát itt az erdély magyarok opciói abszolút világosak ebben a tekintetben. Láttuk itt is a trendeket, láttuk itt is a magyar te településeken történő szavazati arányokat. Hogy majd az lesz a nagy kérdés, hogy a második fordulóban ki melyik előttet támogatja. Én ennek nagyon örülök, hogy mondta, hogy tudna is példákat mondani erre, hogy vannak olyan települések és községek, ahol ez és ez a trend követhető. Én azt hiszem, hogy ha együtt vagyunk itt, és ugye is ugyanazt szeretnénk képviselni, akkor az a minimum, hogy segítünk egymásnak annyi, hogy szeretnénk egymástól tanulni, és az egymás következtetéseit mindenképpen együtt felhasználni. Az RMDS ugye mindenképpen nyilvánossá tette azt, hogy még megyében, legalábbis megyei szinten, de ha kell, akkor település szinten is meg tudjuk ezt tenni, ami szakmán megyét érinti mindenképpen, mennyi aláírás gyűjtöttünk megyénként ez mindenképpen lekövethető, a sajtóba is lekövethető volt. Én a néppárten ezt nem tudom, hogy segíteni önöknek, nekünk abban, vagy egyáltalán a magyarságnak abban, hogy együtt talán kielemezzük ez ezeket a dolgokat, amikről azt mondja ön, hogy ezt tudják, hogy még, melyek azok a megyék, ahol az emberek félnek elmenni szavazni, melyek azok a megyék, ahol önök sok aláírás gyűjtöttek, és nem sikerült a szavazatokat mellé tenni. Akkor én azt szeretném, hogy amennyiben lehet, ezt önök tegyék esetleg nyilvánosan adják át, az embereknek, hogy együtt gondoljuk át végig, hogy ebből, a ebből lehet-e valamilyen stratégiát felépíteni vagy tanulni, mert így csak arról van szó, hogy van egy tömbben 217 aláírás, ami nem tudjuk, hogy honnan van, és van 52 ezer szavazat, amit mondjuk lekövethető, hogy honnan van. Én azt mondom, hogy segítsük egymást annyiban, hogy ami minket érint, mi ezt már egyébként nyilvánosá tettük, tegyék meg ezt önök is, és tanuljunk egymás dolgaiból, mert végülis az a cél, hogy ezt a közösséget képviselve dolgozzunk talán, nem tudom, hogy ebben partnereket tudnának-e lenni. Abszolút, abszolút. Mi egyébként régóta, régóta, régóta szeretnénk azt, hogy például az erdélyi magyar-magyar párbeszéd újrainduljon. Tehát az a, az egyeztető fórum, amelyet nem tudtak összehívni, tovább most már ötödik éve, ahol annak idején, például 2009-ben az RMDSZ és a Magyar Nemzeti Tanács közös indulásakor még e szót tudott egymással érteni az Erdély Magyar jobb oldal, a Nemzeti oldal és az RMDSZ, hogy ezt az egyeztető fórumot újra össze lehetne hívni, és újra e szót tudna egymással érteni egy asztal mellett az Erdély Magyarság minden képviselője. Sajnos ez nem rajtunk múlott. Hát a kinyújtott kezet. Azt hiszem, hogy annyiszor elütné, mint ahányszor a milyenket elütötték az elmúlt időszakban, ahányszor felajánlottuk azt, hogy bizonyos helyeken koalíciós indulásokat kellene eszközölni. Bizonyos helyeken, sőt, akár egész Erdély tekintetében is koalíciós indulást kellett volna például az Európai Parlamenti választások idején összehozni. Hát sajnos ez a labda nem nálunk pattog, csak hogyha az EP választásokra utalok vissza, hát hogyha ott is időben megnézzük azt, hogy külön-külön mennyit ért el például Tők Lász és László az RMDS 2007-ben, vagy mennyit értek el közösen 2009-ben, vagy mennyit ért el az RMDS egymaga 2014-ben, hát azt kell látnunk, hogy azért óriási számok hibáznak. Tehát igen is igaz az, hogy van egy olyan erdély magyar választói réteg, ráadásul egy eléggé komoly réteg, akit az RMDS már nem tud megszólítani, és igenis az ő érdekükben kellene azt megoldani, hogy ne csak a számháború kapcsán üljünk le egymás, egymással, egymás egy, egy tárgyalasztal mellé, hanem a közös problémák ügyében is üljünk le már egyszer végre. Igen, Itt elhangzott az előbb egy de név. Akkor de tényleg visszatérnék, mert tényleg fontos, hogy az Egyesztető Forum, beszél, de akkor van-e lehetőségünk megkapni ezt, hogy önök hogy legalábbis azt mondta, hogy szervezési igazgató, vagy, vagy a lényeg az, hogy mondjuk Szatmár megyében onnan gyűjtötték a legtöbb aláírást. Gondolom Szatmár németiből mennyit gyűjtöttek, ami ehhez a 200 ezerhez szükséges volt. És hogyha igen, akkor lássuk a dolgot. Tehát legalább most mondani néhány olyan dolgot, ami biztosan tudni, hogy honnan vannak ezek az aláírások. Mert, mert, jelenleg így, így egyeztető fórumok, asztalok igen fontosak, jól mutatnak a sajtóban is, de mi dolgozni szeretnénk, tehát azt szeretnénk, hogy ezekből a számokból valódi képviselet is legyen. Úgyhogy nem tudom, be, megbeszéltünk egy záros határidőt, ameddig ezt esetleg meg tudjuk kapni, vagy vagy önök tényleg szeretnék ezt átteni, vagy most csak a tévé nyilvánossága miatt mondjuk ezt. Dolgozunk együtt ebben a témában, mert szerintem, hogyha önök úgy gondolják, hogy vannak olyan következtetések, amiket együtt kell levonni, akkor ezt tegyük meg. Én azt hiszem, hogy az önök által gyűjtött aláírások eltűnése a szavazólistáról az mindenképpen egy olyan dolog, amit talán közösen kéne kielemezzünk, hogy miért nem történt meg. Ami pedig ezt a. Magyar-magyar versenynek a felhajtó erejét, illetve azt hiszem, hogy erről felesleges igazán beszélgetni, hiszen a, a 2009-es magyar összefogás listája egy sikeres EP választásnak tekintető, hiszen három EP képviselőt, magyar EP képviselőt jutott be az Európai Parlamentbe, de arra azért rájöttünk utána a helyhatósági választáson, a jelenlegi EP választáson, sajnos hál' Istennek ezt nem tudtuk megtenni, nem volt magyar-magyar verseny ennek igazán, mozgósító ereje a magyarság szempontjából nincsen. Tehát a magyar-magyar verseny nem mozgósít, nem, nem, teszi azt, amire, amiről ön, önök beszélnek, hiszen a magyar-magyar versenynek a jelenlegi államelnök választáson is az lett az, az hogy annyi szavazatot kapott a magyarság, magyars, magyarságnak a képviselői, mondjam ezt így, Kelemen Honor és Szilágyi Zsolt, mint amit, együtt, vagy amit egyedüli indulással Kelemen Honor el tudott érni még 2009-ben. És ami még furcsa, ami még talán egy érdekes következtetés lehet, hogy ha tényleg úgy van, hogy ezek az aláírások valóban összegyűltek, és tényleg, ahogy önök mondják, hogy házról házra járva gyűjtötték össze, akkor azt jelenti, hogy ez is egy érdekes jelenség, mert az emberek bizalmat szavazhattak önöknek abban a pillanatban, amikor aláírtak, támogatva azt, hogy emberek, jó van, legyen még egyszer magyar-magyar verseny de akkor elmegyek és eldöntöm. És elment és eldöntött a szavazó urnál, hogy, hogy, ez a versenyre neki többet nincsen szükség. Nem tudom, lehet, hogy hibás következéseket vonok le az önök szemszögéből, de a számok valójában szerintem ezt igazolják. Érdemes megnézni a nagyvárosoknak, érmedéki nagyvárosoknak az adatsorait, amit itt akár kapásból is tudok idézni, mondjuk Szatmárhoz közelesül területeken, és igazából az ottani viszonyok azért elég közeliek lehetnek a Szatmáriakhoz, mint mondjuk Mihály Falvái, vagy Székelyhidé ezek is az érmeléken találhatóak, tehát egy olyan kis térségnek, amelynek az egyik fele Szatmár megyében van, a másik fele Bihar megyében. Hát Mihály egy olyan település, amelynek a 90% a magyar nemzetiség, és ennek ellenére a leadott voksoknak a 27%-át román jelöltek kapták. Tehát egyértelmű, elmondtuk. Ott hány aláírás gyűjtöttek össze? Ott például több mint 2000 aláírás gyűjtöttünk össze. Több mint 2000 aláírás Szavazatot? gyűjtöttünk össze és szavazatot körülbelül 500 at gyűjtöttünk össze, és ami ebben az érdekes, hogy biztosan tudjuk, hogy az RNDS is e közeli. E kö, tehát ehhez a számhoz közeli aláírás számot tudott összegyűjteni, és szavazat számban ők is csak megközelíteni tudták, és csak gyengén tudták megközelíteni ezt az értéket, amit gyűjtöttek. Ez általában például a Bihar megyére elmondható. Tehát nem tudtak annyi szavazatot összegyűjteni, mint ahány aláírást össze tudtak gyűjteni. Tehát ez nem a néppártnak az egyedüli sajátossága nyilván, ez térségenként is váltakozhatott. Van lehetőség de... arra, hogy ezt a két valószínűség... aláírás listát összevetni? Szerintem bizonyára van, lenne, Szerint, van szakmár. Szakmár. Szerintem ez mindkét részről 21 ezer aláírás sikerült összegyűjtsünk. Most nehezebb volt aláírásokat gyűjteni egyébként, mint korábban, ezt el kell mondjam, azért szatmáron vagyunk, és az emberek érzik, és ezért lett 21 ezer az valós aláírás szám, amit mind emberek írtak alá nálunk, nem felfújt számok, létező embereknek az aláírásai. Sikerült aztán még majd 25 ezer szavazatot összegyűjteni mellé. Tehát ez nem egy olyan trend, amiről általánosságban lehet beszélni. Tehát vannak számok és eredmények, úgyhogy legalább annyi aláírást azért össze, össze, tehát annyi szavazatot össze aláírást azért összegyűjt az ember, mert benne van a nevében, hogy támogató aláírást, azt jelenti, hogy már valamit, vagy a kampányban rontottak el valamit nagyon, vagy nem létezhet, nem, létezhet, ez áttétel a két lista között? Tehát Egyébként magyar emberek, akik itt is ott is aláírtak? Egyébként ez egy érdekes felvetés, mert úgy, ahogy például azt néhány település esetében is tapasztaltuk, miután a néppárt hamarabb kezdte az aláírásgyűjtési akcióját. Tehát mi rögtön augusztus elején neki fogtunk az aláírásgyűjtésnek, és az rendes jó, bő tíz napos késéssel fogott neki legalábbis ahogy mi tapasztaltuk. Tervénk szerint időben, tehát nem Ö, az, hogy önök hamarabb Ezért el. aztán, hogy bizonyos településeken tudják a kitűzött célokat, mert azért gondolom ott is úgy működött, mint minden egyes fegyelmezet jól szervezett pártban, vagy akár nálunk is, hogy, hogy minden egyes településnél megvolt az határozó, nagyjából mi az a cél, amit össze kell gyűjteni. Hogy valószínűleg azért, hogy ezeket a célokat teljesíteni tudják, átfedések is keletkezhettek. Nyilván ez. Ez, így ez törvény van. nem tiltja? De egyébként, egyébként a törvény úgy fogalmaz, hogy két listát nem szabad aláírni. A tekintetben nem világos a törvény, mi történik, ha valaki mégis ezt megtette. Nyilván ellenőrizni is nagyon nehéz, úgyhogy. Talán ez is egy olyan pont volt, ahol azt vettük észre, hogy inkább megpróbálták zsarolni az embereket, azért hogy nehogy két jelöltet merjen támogatni, mert akkor ez meg az történik. Hát, ez a a ajánlás. Zsarolás ide vagy oda a törvény tisztán mondja, hogy nem szabad két listát aláírni. Tehát az, hogy önök azt mondták a településeken, hogy alá lehet írni. Én találkoztam önök aktivistáival, meg is mondom a település nevét Vámfaluban, ahol én találkoztam önök, és arra kértem őket, hogy ne zavarják össze az embereket, ne mondjanak nekik olyan dolgokat, amelyek, meg nem valósak. Szóval ezért érdekes egyébként, van, mert én magam is találkoztam olyan RMDS aktivistával, aki olyan településen, hogy mi kezdtünk hamarabb, és nekünk mert jobban a gyűjtés, ugyanezt mondta az embereknek. Úgyhogy talán ez olyan dolog, amivel itt mutogathatunk egymásra. Akkor de nem mutogassunk, hozzuk a számokat, itt a hozzá István. Hozzuk a számokat, ez, hozzá, a számokat, ez én, egyébként... eddig is publikusak voltak, arra kérem, hogy tegyék, tegyék önök is ezt meg, és utána akkor erről tényleg van miről beszélni, akkor tényleg ki lehet elemezni, hogy hol van az a, a mert ha így veszük, akkor önöknek legalább még 150 ezer, 160 ezer szavazata kellett volna legyen. Hol van ez, és ezek miért tűntek el? Ezek miért tűntek el? Én megmondom nekem, egy nagyon kell, én a Megyei Választási Bizottságban töltöttem a, a, a választás éjszakáját, ahol a, a szavazatokat ellenőztük, a szavazóházaktól beérkezett anyagokat dolgoztuk fel, mint a szöve, az induló szövetségek pártok részéről küldötteknek, nekünk, nekünk jogunk volt a, Sőt, kötelességünk is volt az érvénytelen szavazatokat átnézni. Nálam 62 szavazóház fordult meg abba az éjszaka, annyit dolgoztunk fel, és több mint 120 olyan szavazot, szavazólapot dolgoztam fel az érvénytelen szavazatok között, ami azért volt érvénytelen, mert két pecsétet tartalmazott az RMDS kockában is, illetve az Erdély Magyar Néppárthoz kötődő kockában is. Úgyhogy visszatérve erre a magyar-magyar versenyre, elég kevés olyan eredményt hoz, ami szerintem pozitívum az én, mi közösségünk szempontjából. Én ezt azon az éjszaka nagyon szomorúan értem meg, hogy ennyi magyar ember vállalta azt, hogy elmegy szavazni, mivel más helyre is pecsételhetett, ezért úgy gondolta, hogy nem akar ő igazságot tenni azok helyett, akik nem, 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 tudtak megegyezni Bukarest szintjén vagy más, más helyeken. Ez a magyar-magyar versenynek a legnagyobb hátránya, hogy amellett, hogy önök szerint visszatartja a szavazókat, és nem mennek el, vagy szerintünk nem mennek el szavazni, ez meg is mutatkozik a, a, az érvénytelen szavazatok között is. Ezt én például nagyon szomorúan értem meg. Én viszont azt nem értem egyébként, és látom, hogy ez visszatérő motívum, tehát helyi szinten is épp úgy, mint országos szinten, hogy azt ismételgetik a RMDSZ-es vezetők, illetve az RMDSZ képviselő, hogy a magyar-magyar verseny csökkenti a szavazati részételt, illetve a szavazatok számát. Hát ezt sehol nem tudták kimutatni. Hát most is azzal kezdtünk, hogy azt mondtuk, hogy a néppárt és az RMDS együttes szavazatai egyébként nagyobb számot adnak, mint az RMDS 2009-es eredménye. Na most, ha csak az RMDS lett volna, láttuk az eredményt, az 330 ezer. Az 330 ezer. Na most... Ezt nincs onnan tudja, hogy a 330 ezer lett volna abban az esetben, hogyha önök nem indulnak el. Hát azért... Hiszen az EP választásokon nem indultak el, Igen. és mégiscsak bejutottunk az EP választások során. És ott, ott is, sokkal gondol, kisebb lett, esenyben... ott is sokkal kisebb lett a szavazati szavazat szem, mint, mint mondjuk mint mondjuk öt éve korábban. Mennyivel lett kisebb az a szám? Hát szemben? csak a százalékokat, ha megnézzük. Csak a százalékokat, már részvételi arány az más volt. Menj, uh -huh. Csak a mennyirebb... százalékokat, ha megnézzük, a közös, a közös indulás alkalmával 8,9 ot ért el a két jelölt, hogyha jól emlékszem, és most talán hat körül volt. Számszerűen mennyivel lett kevesebb, mert mint, hát ezt még ezt, mondjam, egészen, egészen más arányokban mentek mm -hmm. el az emberek szózni. most ebben a választás során, mint egyébként az utóbbi magyar összefogási is alapú. Tehát, Tehát amilyen az országos részvétel nagyjából megegyezett. Hogy számszerűen, mm -hmm. számszerűen ez, ez pontosan mit jelent, és mennyivel kevesebb magyar ember... 100 ezer szavazattal volt kevesebb. Szatnán Szatmár megyét illetően ez az arány egyáltalán nem igaz, sőt a számok szeg tekintetében is, mert Szatmár megye itt most is megkozta több mint 35 ezer szavazatát, ahogy megvolt az annak idén 2009-ben is. Úgyhogy nem, nem, hiszem, hogy ezeken a számokon érdemes lovagolni. Én mondom, ezen a két számon szeretnék lovagolni, és tényleg örülök, hogy jönnek ebbe partnerek, hogy azt a hiányzó 160 ezer szavazójukat keressük meg együtt, nézzük meg együtt, hogy hol vannak ezek a magyar emberek, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy érdemes a hangunkat hallatni a választások. Értékelem az aggodalmát, ami a néppárt táborát illeti, de engem még mindig az érdekel, hogy az Erdély Magyarság közös szavazótábora miért néz ki úgy, hogy folyamatosan az erendés oldalán veszítjük a szavazatokat, és ott lesz egyre kisebb a részétel, és ott lesz egyre kevesebb a szavazó. Nehéz belátni, én elhiszem, hogy, hogy egyedül nincsenek már egyedül a pályán és azt is nehéz belátni, hogy az elmúlt 15-20 év politikája oda vezetett, hogy megfelezték az erdély magyar szavazótábort, és hogy nem mennek most már fel annyian sem szavazni, mint esetleg 18-20 évvel ezelőtt. Attól még tény a tény, hogy óriási probléma van, tény a tény, hogy egyikünknek sincsen, amiért örülnie. Tehát én ezt sem értem egyébként, hogy miért ez a nagy hurrá optimizmus például az RMDS megyei szervezetek és az országos vezetés házatáján a mostani eredmény miatt, hiszen egyetlen egy dolognak tudnak örülni, ahogy én látom, hogy a néppárt nem ért el azt az eredményt, amit szeretett volna, de egyébként... Apropó, kinek mi volt a célkitűzése? Igyekeztünk Tessék. volna hozni azt, a, azt az eredményt, amit hoztunk ugye 2009-ben, és akkor 3,8%-ot ért el Kelemen Honor 2009-ben államelnökként, most 3,5%-ot hoztunk, úgyhogy a célt, ezt a 3,8-ast nem értük el, ö, de nagyon eg egészen megközelítettük, úgyhogy ez egy elég Hiba belül mozgó. A néppártnak volt. mi volt a, a célkitűzése? Talán én is kérdeznék egyet, mert én úgy látom, hogy elégedettek ezzel az eredményt. Tényleg elégedettek ezzel az eredményel? Hát önök, ne meg, de szerintem önöknek inkább kéne aggódniuk a számokról. A mi számaink egészen rendben vannak ebből a szempontból. Ön is pont megmondta, hogy a hiányzó szavazatok, azokat, amiket a magyar, szavazó, magyar szavazók, akiket, akiket esetlegesen elvesztettek a magyar pártok, azok pontosan hol található? hogy egy kisebbségi gyökerekkel jelent, rendelkező jelölt mellett, hogy a félelem miatt, hogy egy-egy peszedés államelnök lesz, hogy ezért, ezért tűntek el ezek az emberek. Úgyhogy ön is segített őket beazonosítani, azon ezt köszönjük is, hogy ilyen szinten a számok ö, ö, megvannak. István, kérek szépen egy számot? Számot nem tudok mondani, hiszen mi azt szerettük volna, hogyha minél többen szavaznak a mátra, és talán az egyik nagy bánatunk az, hogy éppen a román közösséget, az erdélyi román közösséget nem tudtuk megszólítani. Tehát látszik az. Hogy az üzenet, amit megpróbáltunk két nyelven megfogalmazni, és megpróbáltunk Erdély általánosságába kiterjeszteni, ami az erdélységre vonatkozik, a föderalizmusra és az erdély központú politizálásra, nem talált táptalajra kellő, kellő mértékben az erdi románság között. Tehát mi azt gondoltuk, hogy az erdély magyar és az erdély román összszavazatokkal együtt sokkal komolyabb eredményt tudunk elérni, ha mostani nem mindenképpen komolyabb. bocsánat, tehát önöknek nem volt tárgetjük, amikor elindultak a választáson? Tehát, hogy egy, egy tényleg egy szám, amit el szerettek volna élni, vagy arányaiban, vagy, vagy konkrét szavazatszámban? Ez csak úgy meglepődve kérdem, mert, mert enélkül nagyon nehéz beazonosítani azokat a választókat, amikről ön beszél és ön keres, és akiket ön akarnak önök akarnak megszólítani. És korán sem hiszem, hogy az a, a román választó réteg lett volna az, aki, akit ön, önök keresnek. Ez is, Kérlek, ez nem volt ez érdek? is visszatérő motivum. Egyébként nagyon sok helyen találkoztam már ezzel, hogy Sajnos tényleg a túloldalon az LMDS azt látom, hogy nagyon sok esetben úgy kezelik a választókat is, illetve magát a választást is, mint hogy ez egy pénzügyi tranzakció lenne, hogyha itt pontos, precíz számokkal be lehetne azt lőni, hogy mik a célok, hogy itt akkor kilóra elmérjük, hogy akkor ebben a mennyiben ennyi kiló szavazó, abban a mennyiben annyi kiló szavazó, és hogy ez, ez egy sokkal komplexebb, ez egy sokkal organikusabb történet, mi abban bíztunk, hogy ha ez az üzenet céltér a, román, célt, a románoknál is, akár egy százezres nagyságrendű szabazatot lehet a tőlük is elhozni, hiszen a bánsági románság problémái, vagy a Szeben megyei, vagy a Kolozsmegyi románság problémái egyébként tökéletesen azonosak a bihari vagy a szatmári magyarok problémáival. Egy olyan rendszerben élünk, amit Bukarest kizsákmányon elviszik az adóinkat, és semmit nem kapunk érte vissza. Hát nézzék meg az átlagbérek tekintetében, hogy állunk, vagy hogy állunk azzal, hogy mennyit fizetünk be és mennyit kapunk vissza, vagy hogy, hogy állunk az infrastruktúrális fejlesztésekkel. Hát itt el lehet menni koldulni, a markunkat tartani Bukarestbe, kuncsorogni azért, hogy bekerüljünk a kormányba. De hát addig, amíg nem részesülünk részarányosan és a jövedelmünk, a megtermelt jövedelmünk alapján a, közös, a nagy közösből, addig a kuncsorgás mindig olyan helyez, helyzetbe hoz minket, hogy ki leszünk szolgáltatva Bukarestnek, ki leszünk szolgáltatva az ottani kormánypárt kényének, kedvének. Mi ezen a helyzeten akartunk és akarunk keresztül lépni, hiszen továbbra is ez a feltett szándékunk, egy olyan erdélyközpontú politizálást honosítsunk meg, amely gyökerénél fogva változtatja meg a helyzetünket, és végre megszünteti azt a kiszolgáltatottságot, amelynek egyébként a jelek szerint jó néhány esetben akár a magyar közösség egyes tagja is haszonélvezői, hiszen ők azok, akik elmennek és úgymond közvetítenek, vagy, vagy a nagy, nagy pénzes zsákokat idézőjelben a költségvetésbe hozzák a megyéknek vagy a helyi a helyi közösségeknek nem, a helyi közösségek által megtermelt javak maradjanak helyben, és akkor megszűnik végre ez a kiszolgáltatottság, megszűnik a zsarolhatóság, és ez egy olyan gondolat, ami úgy érzem, hogy előremutató, jövőbemutató, és sokkal nagyobb támogatottságot érdemel, és fog is kapni a következő időszakban. lesz egy naív kérdésem, hogy de, hogyha önök összegyűjtöttek hogy az augusztusban induló gyűjtéssel 217 ezer aláírást, akkor nem lehet, hogy mondjuk szeptemberben vagy októberben mondjuk úgy gondolták, hogy ez a target? Hogyha 217 ezer embert már sikerült meggyőzni arról, hogy támogassa az önök jelöltjét, akkor ez lehetett egy konkrét szám is, amit a választáson el szerettek volna érni. Hát meg, fogjuk hívni, akkor kampánytanácsadónak is lehet, hogy akkor könnyebben fog menni ez a, ennek a kérdésnek a megválaszolása. gondoltak, és Azt hiszem, az leval, hogy ez nem kérdés szavazatot azért csak hoznak, hogy ennyi támogatóval gyűjtöttek? Uh, csak tényleg őszintén kérdem, mert uh -huh. Ha én lettem volna az önök helyébe, hogyha ilyen szintű támogatottságra lelek azok között, az emberek között, akiket személyesen megkerestem házról házra, akkor lehet, hogy azt a következtetés fontolóra, hogy önök szerint téves, hogy aki nekem aláírt már és egyszer támogatott, akkor azt, az valószínűleg a szavazatával is meg fog tisztelni. Sem, remélem nem fogom meglepni azzal, hogy azt mondom, hogy egyébként igen, legalább ennyit szerettünk volna. És csak éppen csak ez volt a, tárgyat. Éppen ez a követ, ennek a következménye az, különben, hogy egy olyan pártban, mint a néppárt, ahol minden egyes választásnak, minden egyes döntésnek és minden egyes lépésnek mindig megvan a felelőse. Ott a néppárt vezetői úgy döntöttek, hogy felajánlják a választmány számára a lemondásukat, és nyilván majd a választmány el fogja dönteni ezt a lemondási felajánlást elfogadja, vagy sem. Mi a magunk része egyébként úgy gondoljuk, hogy ez így tisztességes, legyen a néppárt és egyébként minden párt legyen olyan párt, ahol mindennek van felelőse. Jelen pillanatban olyan országban élünk, és olyan vezetőink vannak, akik semmiért nem vállalnak soha felelősséget. Bármilyen hiba vagy, tör, vagy baj történik, annak soha nincsen felelőse. Tehát azt hiszem, hogy ezzel is példát mutattunk ez egy felnőtt döntés volt szerintem az önök pártvezetői részéről, felismerve a helyzetet, látva a számokat, hogy, hogy fel kellene. de szerint, ön szerint el fogja fogadni szombaton a lemondásukat ez a válasz? Egy, egy, hány tagú ez a választmány? Vagy én nem is tudom az önök Ez a választmány, a választmány ez, ez 30 tagú, 30-nál valamivel többé. Most pontos számot nem tudok mondani éppen, mert Éppen az elmúlt időszakban alakult meg például a Szeben megyei szervezetünk, emiatt aztán ez a választmány bővült. Úgyhogy, úgyhogy ez egy 30 fölötti tagsága rendelkező döntéshozói testület, és nyilván ez majd az ő döntésük lesz, azt el tudom mondani, hogy mi a bihariak nevében határozottan elutasítjuk azt, hogy a pártelnöke lemondjon, hiszen olyan munkát tudhatnak maguk mögött, ami elismerést érdemel. Olyan nehéz körülmények között dolgoztunk az elmúlt időszakban, és olyan újító gondolatokat hoztunk be, olyan tabukat döntöttünk le, hogy ez a munka és ez az elkezdett munka mindenképpen folytatást érdemel. Az előbb elhangzott itt egy név, pontosan a Tőkés Lászlóé, amelyik évtizedek óta megoszta a magyarságot. Ezen kívül mi az akadálya annak, hogy a magyar-magyar versenyből magyar-magyar tárgyalás születhessen? Hogy ezen kívül, tehát úgy gondolja, hogy Tőkés László az akadálya ennek a... Többek között, meggyőződésem. E... Úgy látjuk egyébként, és 2009-ben is az, hogy a Magyar-Magyar Egyeztető Fórum össze tudott ülni. Az annak volt köszönhető, hogy a koalíciós indulásnak az egyik feltételről azt szabta meg akkor Tők és László maga és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, hogy ez a fajta egyeztető fórum jöjjön létre, és a magyar felek üljenek végre egy közös tárgyalóasztalhoz, és legyen rendszeres megbeszélés a közös ügyeinket tekintve. Hát éppen ellenkezőleg, aki folyamatosan kezdeményezője annak, hogy közös ügyeinket beszéljük meg, az az erdély Magyar Nemzeti Tanács, a Néppárt és annak vezetői. Látszott is az akkori eredményen, akkor, amikor az összefogást, a két oldalnak a közös indulását akartuk és keresztül tudtuk vinni, akkor az eredmény 9% lett, közel 9% az európai parlamenti választáson, most, amikor akartuk és nem tudtuk keresztül vinni, akkor 6% lett. Visszatérve az európai parlamenti választásokra, hiszen időben ez van legközelebb hozzánk, azért azt sem szabad elhallgatni, hogy ahelyett, hogy megőriztük volna a három európai parlamenti helyünket, kettő lett, és olyan mértékű volt egyébként a visszaosztott szavazatok száma, hogy ha a koalíciós indulás megvan, és azt a 9%-os vagy közel 9%-os eredményt elérjük, amit egyébként mérések is igazoltak többek között nálunk is, meg lett volna a közös indulás esetében, akkor a visszaosztások miatt esélyes, hogy négy európai parlamenti képviselőnk lett volna. Sajnálatos, hogy a kizárólagosságra épülő jelenlegi RDs vonalvezetés inkább eltűrte azt, hogy kettő képviselőnk maradjon a három helyet, mint hogy esetleg helyet kapjon közöttük egy néppártos is. Meg külön Dehát... örülök, hogy ez a visszaosztás témára olyan rátért, mert tényleg örülök, hogy még egyszer mondom, tehát, hogy megvannak ezek a méréseik, mind, mindig megvannak, majd, majd tényleg tegyék nyilvánosra is ezeket a dolgokat, és mint mondtam, és ez a legfontosabb, hogy ez a, az aláírásokhoz kötődő összehasonlító listát azért csak beszéljük meg, és örülök, hogy ebben ön partner volt. De a az egy kicsit beszélni. Szatmár megyében és Szatmár németiben ez egy eléggé fájó pont, amikor ezt a szót mondja, hogy a szavazatok visszaosztása. Ugyanis volt 2002-ben egy rettentő jó helyhatósági választási kampány, ahol az Erdély Magyar Néppárt is ugye jelölt, jelölt, igen, 12-ben listát indított a helyi önkormányzati listán, ugye? Igen. És 800 szavazatot sikerült nagyon sikeresen elvinni. Gratuláltunk is neki, ami több mint 20 ezer szavazatunk mellett ami ez a 800 szavazat pont ahhoz volt elég, hogy a visszaosztásnál az USZELE kapjon még egy szavazatot, és a jelenlegi polgármester a Szatmár Németi Tanácsban teljes hatáskörrel működhessen, és meglegyen az 50 plusz egy szavazat a helyi tanácsban is. Önök büszkék voltak akkor is a 800 szavazatukra, és azóta még mutogatnak az RMDS 9 tanácsosára, aki, aki próbálja munkáját végezni olyan körülmények között, amikor a jelenlegi polgármesternek Többségi tanácsunk, hogy igen, tudjuk, mit jelent az a visszaosztás, igen, tudjuk, mit jelent az, amikor 800 szavazat miatt, amit önök elvittek, nem lehet úgy dolgozni a városban, hogy kell, igen, értjük ezt, tudjuk, érezzük. Egyrészt azért problémás a gondolatmenet, mert ugye semmi garanciája nincsen arra, hogy ez a 800 ember akár az RMDS adta volna a voksát, vagy otthon ült volna, nem, vagy más párt. nem, nem pár. van modellezve egyébként, hogyha ez nem tűnik el, ha pedig, ez nem tűnik el, akkor nem az usza van. pedig azt hiszem, hogy Szatmár tanácsosra. megyében gyökerestől. Külön a Szatmár németi román polgármester is nyilatkozott annak idején, hogy ez így van. Ők is lemodellezték, úgyhogy valószínűleg megköszönték önöknek, ezt most már nem tudom, hogy hogy történt annak idején. Az tény, hogy azóta sokkal nehezebb a helyi magyarság ügyeit képviselni. Önöknek, mivel ez pedig így történik, hogy kilenc tanácsosról a 23-ból nehéz nagy eredményeket összehozni, viszont sokkal könnyebben kritizálhatják ezeknek az embereknek a munkáját, ami egyébként azóta folyik is. Másrésztről egyébként, hogy a a visszaosztást, azt értjük, érezzük, és megköszönjük, idézőjelben. Tehát másrésztről pedig, hogyha nem tudom visszaemlékszik, illetve nem tudom mennyire avatták be egyébként az országos felsővezetés részéről abba, hogy a néppárt annak idején a helyhatósági választások előtt is, aztán a parlamenti választások előtt is, illetve az európai parlamenti választások előtt is tárgyalásokat kezdeményezett azért, hogy azokon a településeken, ahol egyébként kiélezett a verseny, és félő az, hogy a közös indulás esély, egyébként azt hozhatja, hogy nem a magyar jelölt kerül ki győztesen, tehát hogy ezeken a településeken üljünk le, beszéljük meg, hogy milyen feltételek mellett tudunk közös listákat állítani, legyenek közös jelölt listák, és ezekben a problém, ezeken a problémás helyeken tudjunk együtt dolgozni. De Te... még mindig nem kaptam választ egyik részről sem arra a kérdésre, hogy mi az a politikai nézet, ami megakadályozza a párbeszédet. Azt, hogy, mi volt, Tehát... azt, hogy mi volt eddig a különbség, azt nem tudom, hogy mi lesz, ezután, ezt majd ők el fogják dönteni ilyen szempontból, ami az imp t illeti. Ugyanis a mostani államelnök jelöltjük, Szilágyi Zsolt volt az, aki elmondta, a lemondástról uh, uh, szóló sajtótájékoztat olyan, hogy idézem, nem sikerült a választókat meggyőzni arról, hogy a magyar-magyar versenynek tétje van, és ezért nem hibáztatja az rmd ezt. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor önök elismerik azt, hogy azok a célok, amiket kitűztek maguk elé, uh, nem valósak, akkor azt hiszem, hogy egy teljesen új sikra lehet terelni a tárgyalásokat ilyen Nem tudom, hogy valaki azt ismertette, tehát a mi kitűzött céljénk egyébként egyértelműen föderalizmus, autonómia magyar nemzeti érdekérvényesítés. Ezek a célok igenis valósak, tehát ilyesmit biztos, hogy nem ismerte senki, a mi céljainknál lennének valósak. Az elvárásaink, illetve a, reményeink szerinti jobb szereplés nem következett be, nyilván ennek meg lesznek a maga konzekvenciái, itt már erről beszéltünk, de hát, hogy befejezem az előbbi gondolatot, mert ugyanehhez a tárgykörhöz tartozik. Tehát mi sorra, választásról, választásról el tudjuk mondani azt, hogy mindig megkerestük az rmd -szt hogy üljünk le, beszéljük meg azt, hogy hogyan tudunk összedolgozni, hiszen nem az a cél, hogy egymást gyengítsük és egymást kiüssük, hanem az a cél, hogy a közös, az általunk közösen elért eredmény erősítse a közösséget. Nincs itt személyes aspirációkról esetleg szó? Hát részünkről biztosan nincs. Hát az, hogy például a mi pártelnökünk azon az erkölcsi magaslaton van, hogy egy kudarcos választást követően lemond a tisztségéről, azt hiszem, hogy hogyha azt vet tehát hogy vesszük például az elmúlt választásokat, hogy hogyan csökkent az RNDS parlamenti képviselete, vagy hogyan buktak el kettő darab referendumot is, ahol meg akarták buktatni az éppen leköszönő államelnököt, hiszen a magyarság 80%-os arányban nem tartotta magát ahhoz, amit az RMD szeretett volna elérni náluk, jelesül azt, hogy szavazzanak a Trajan államelnök ellen és folytathatnánk, vagy a, a mandátumvesztés az Európai Parlamentben, hát ezek mind olyan ügyek, aminek felelőse kellett volna legyen, és hát nem hogy nem keresték a hibáját, hogy miért történt az, hogy kevesebb, vagy kisebb lett az eredmény, mindig azt látjuk, hogy mindig hurra optimizus van, mindig győzelemről beszélnek, mindig sikerekről beszélnek, nincsenek sikerek. Látszik, évről évre látszik, fogyunk, kevesebben vagyunk, gyengébbek vagyunk és a sikertelenség oka. A sikertelenség nem az mindkét oldalról elkönyvelhető, sikertelenség... mert teljes mértékben siker egyik oldalról sem volt. Mihez elég még az, ami maradt. Labdába ruge még az RMDS. Hogy mihez elég, hogy labdába ruge még? Igen. Elég elég ahhoz, hogy tárgyaló partnerként a, tekintsenek rá? Hát az RMD szerintem mindenképpen tárgyaló fogják tekinteni, határon belül mindenképpen, és ahogy, ahogy kinéz, határokon túl is most már ő lett az erdély magyarságnak a képviseletében a valódi tárgyaló partner, aki erőt tud felmutatni, aki közösség erőt tud felmutatni, azokkal mindenképpen azokra kell bízni. Az illető ez a százalék arány, ez nem túl kevés ahhoz, hogy Erőt képviseljen? Én azt hiszem, az, az a tény, hogy egy volt uh, miniszterelnök, aki uh, úgy gondolja, hogy a Romániai legfényesebb korszakát tudja maga mögött az ő miniszterség alatt, alig két-két és fél százaléka haladta meg az RMDS-nek a, a súlyát, és ha őt partnernek tekinti bárki is, nemzeti és nemzetközi porondon, akkor azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem uh, akadály, ami az RMDS-t illeti. Helyi szinten egyébként ez mindenképpen szomorú, hogy helyi szinten egyébként mindkét oldal, hogyha lehet ezt így mondani, számít a tárgyalásokra, mindkét főjelöltnek az emberei azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne meggyőzni az embereket. Az embereket úgy tudják meggyőzni, ha olyan jelöltet mutatnak fel a második fordulóban, akiknek a retorikája és akinek a vállalásai egyeztethetőek az NMDSZ által képviselt irányvonallal. Nem fognak az emberek csak azért valamelyik jelöltre szavazni az RMDS szavazóim semmiképpen sem, mert esetleg valaki a központból ezt nyilatkozná, de erre vannak számos ö, ö, példák, és azt hiszem, hogy ez magát értetődik. Ha valamelyik államelnök jelölt tudja képviselni azt, mint az RMDS képvisel, akkor valószínűleg mellé fognak állni. Én ezt ajánlom majd az államelnök jelöltek csapatainak is. Mi az elvárása az RMDS-nek ahhoz, hogy egyik vagy másik tábor mellé álljon? Hát mindenképpen most mondtam el, tehát hogyha olyan államelnök jelöltet tudnak Konkrétan. állítani, olyan, hát aki, aki ezeket az értékeket, ugye a regionalizációban vetett furcsa elképzeléseiket, a, a helyi értékek megmaradását, a decentralizációt, amit az RMD ínyított el, azt úgy gondolja, hogy támogatja, és olyan csapatot tud hátul tenni, ami a mi közösségünknek segít, akkor ez mindenképpen támogat, támogatásra fog találni. Nem csak az RMDS vezetői részéről, hanem egyébként a szavazóbázis részéről is. Ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy csak erős sajtó jelenlét lesz, lehet, hogy csak erős sajtónyilatkozatok lesznek, de ez nem fog megmutatkozni a szavazatok számára. A néppárt hogy érzi ezt a bizonyos 0,5-0,6%-ot befolyásolhatja a második fordulóban? Hát ez egy érdekes kérdés, mert ha megnézzük azt egyébként, az utolsó államelnök választáson mekkora volt a különbség a két jelölt között, hát bizony ez a 0,6 tehát ez az 50-valahány ezer vox is eldönthette volna akkor adott esetben, hogy ki lesz az államelnöke. Tehát ugyanilyen kiélezett versenyre számítunk. A nagy kérdés az egyébként, hogy bekövetkezik-e az, ami bekövetkezett 2009-ben, hogy dacára annak, hogy akkor is a, 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 a szociáldemokraták jelöltet támogatta az RDS az erdély magyar közösség is 80%-os arányban úgy dönt, hogy az RMDSZ elképzeléssel szembe menve, mégis mondjuk a másik, az európai jelöltet támogatja. Kíváncsian várjuk, hogy melyek azok az értékek, amelyeket itt mondjuk a, a, külön, a két állam két államelnök jelölt magáinak tudhat, mert azt láttuk egyébként itt a kormányzati tevékenység alapján, hogy a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem Magyar Karának az ügye megoldatlansága, vagy a székely jelképek használatának az ügye, a prefektusok által indított eljárások, vagy az északerdi autópálya ügye, amely sehogy sem akar haladni, ezek nem, nem hogy is mondjam, csak nem a mostani miniszterelnökhöz közel álló témák. Tehát én nem tudom, hogy például nem -e vonják le annak a következtetéseit, mondjuk az RMD en belül is, az erdély magyarság, emiatt nagy valószínűség szerint másképp fog dönteni, mint ahogyan azt majd ők javasolni fogják itt jó, a fogjuk javasolni? Hát a jelek azért erre mutatnak. Milyen, mi, mi, mire gondolok. pontosan? Jó néhány, jó néhány, nyilatkozatra, elszólásra, itt gondolhatunk itt például arra, hogy Frunda, aki egyébként államelnök jelöltje is volt az RMDS-nek, György Frunda vagy Györge Frunda, hogy jobban ismerik, De már ő maga is azt mondta, hogy itt igazából a mostani miniszterelnöket kellene támogatni, sőt, a tanácsadójaként is működik jelenleg. Tehát azért itt jól, Kidomboríthatóak a kapcsolatok, a jó viszonyok, itt Szakmár megyében is az együttműködéseket, ebben a tekintetben nincsenek illúzióink. Szerintem egész, egész érdekes információ vannak a Szakmár-Németiben való együttműködésről is, onnan tudja. A Pont beszélek. a Peszede volt az, aki, aki arról beszélt annak idén, hogy a Szakmár-Németiben nincs helye magyar alpolgármesternek mivel még egyszer mondom, a visszaosztott szavazatoknál elvesztett előnyünk miatt. Hát nem lett, ez nagyon örülök örök, mert volt az a helyszín, ott Volt ahol... egy olyan lehetőségünk, hogy a, a magyar alpolgármestert tegyünk ebben a városban, ahol igazán megérte volna, megérte volna ezt az a közösség. Úgyhogy a azt látod, hiszem, hogy én. ezt a beszélgetést még sok, sokáig folytathatnánk, és haszna is és érdekeltsége is lenne, de sajnos műsoridők végéhez értünk. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, reméljük majd a következő forduló után is megbeszélhetjük az eredményeket, megbeszélhetjük azt, hogy érdemesekét jelöltet állítani, mi haszna ennek, vagy mi a negatív hozatéka. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy köszönjük. velünk voltak kedves nézőink a viszontlátásra.